A bukaresti Cseh Központ cseh kormányzati intézményként a Cseh Köztársaság értékeit kívánja népszerűsíteni és a két ország közötti kapcsolatokat erősíteni. A központban zajló rendezvényekkel főként a fiatalabb korosztályt szeretnék megszólítani. 2016. januárjában nyitotta meg a Cseh Központ a Future Museum, azaz a Jövő Múzeuma elnevezésű kiállítóhelyet. A galéria árzpolitikája a feltáratlan ötletek, az ismeretlen szándékok, a felfedezetlen sémák és az előzménytelen tervek bemutatása. Idén a Csíkszeredában élő Kotár Vilmos a Hatalomjátéka című 3,5 méter magas installációja illeszkedett a Future Museum koncepciójába. A művész minimalista gesztusaival ragadta meg a környező világ vizuális ingereit, a mai társadalom jelenségeit. A kiállításnak úgy több rétege van, az egyik ugye a címe, ami egy picit így ellentmondásos is. Tehát, hogy a mi történetünk jobb, mint másoké. Tehát ez elsősorban ugye, a nacionalizmus és a nemzeti identitás kérdését próbálja ugye feszegetni. Ugye valahogy ez mindig egy kitalált történet, tehát a nacionalizmus az egy kitalált történetre alapul, és a jelen pillanatban is egy ilyen dicsőített törzsi formában szerveződnek az emberi rendszerek. A következő ugye a réteg az a föl alá menő székely zászló, ami nyilván ismerjük a problémát, tehát hogy a hatalom részéről megtiltották, hogy állami intézményekbe, hivatalokba ezeket kitűzzék. Egy másik vetülete az tehát a nemzeteknek ugye a folyamatos tehát emelkedése és bukása ugyanakkor. Tehát. A harmadik vetület ugye a rezisztens tüntetésekkel kapcsolatos, egy kérdés, egy gondolat, ami mi lett volna, ha mondjuk megjelenik egy székely zászló ezen. Nyilván az embereknek tehát hogy az emberekre van bízva, hogy ezt valahogy így ugyancsak elemezzék. Az én vetületemben az van, hogy néha, sőt, tehát Székelyföldön sokszor gondolják azt, hogy az ország problémái nem tartoznak ránk, és ebben nem avatkozunk be, vagy nem foglalkozunk. Nos, úgy gondolom, hogy ebből nem, tehát hogy ez megint egy olyan dolog, amit nem lehet, nem, tehát amivel nem lehet, tehát egy, tehát ezekkel foglalkozni kell. A szándékom mindig egyfajta elemzés, és ennek az elemzésnek egy eredménye, ami látható. Nem, szándékomban nem állt ezzel sokkolni, csak egyszerűen megmutatni egy adott társadalmi helyzetet, problémát, ugye, amit ismerünk, és valahol úgy gondolom, tehát mindkét fél téved, és valahol mindkét félnek ugyanakkor igazabban bizonyos álláspontokban. Kotár Vilmos egyéni tárlata szeptember 6-áig látható a bukaresti Cseh Központ Future Museum kiállító terében.